Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 15-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy beszélgetést láthatnak Szikora Jánossal, akinek rendezésében rövidesen bemutatásra kerül az Ítélet és kegyelem című film, majd egy beszámolót láthatnak az Operenciás mesemondó versenyről. Tartsanak velünk! Befejeződött az Ítélet és kegyelem című film forgatása Csákberényben. A filmdráma Sóbor Antal Perely Uram című regénye színpadi változatának folytatásaként Szikora János rendezésében kerül majd a mozikba. Befejeződött az Ítélet és kegyelem film forgatása, ami a Nemzeti Filmintézet jóvoltából a Vörösmarty Színház és munkatársainak Szikora János rendezésében jöhetett létre. Viszont kell, hogy szó essék Sóbor Antal regényéről, Román Károly színpadi átiratáról, hiszen ez egy sikersztori és egy küldetés volt a Vörösmarty Színháznak, annál is inkább, hiszen nem feledhetjük, hiszen a Nemzeti Színházban is bemutatták a színpadi adaptációt Csákváron, Csákberényhez közel. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat. Szívügyed volt a Perely Uram? Bár erről már beszéltünk, de azt hiszem, hogy így a filmforgatás után ez fontos kérdés. Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, ami engem ehhez a darabhoz, ehhez a regényhez és ehhez a témához fűz. Annyira előttem van az a délután, amikor itt ültem az íróasztalomnál, és kibontottam Román Károly özvegyének levelét, amit nekem címzett. Ez egy nagy paksaméta volt, kivettem belőle egy kéziratot, így belelapoztam, és aztán belemélyedtem, és minden hivatali teendőmet félretéve elkezdtem olvasni. És mire végére értem a olvasásnak, úgy tettem le, hogy na, ezt én biztos megrendezem, és valamikor be is fogom mutatni. Így indult ez az egész történet, és aztán még azon a nyáron, egy forró júliusi nap, gondoltam, hát Csákberény itt van a szomszédban, és kisfiammal ellátogattunk a faluba. És ott volt a két templom, szinte tényleg karnyújtásnyira a katolikus és a református templom Csákberény szívében, ahol ennek a történetnek a két főszereplője egykor élt, működött, és ahonnan elhurcolták őket Nagy Igmándra, ahol agyonlőtték mind a kettőt. És valami megérintett akkor abban a faluban, a falunak a milliójében, bementem a templomokba, végigjártam ezeket a helyszíneket, és ahogy egyre jobban belemélyedtem a munkába, úgy éreztem azt, hogy ez ugye mennyire a szívemhez szól, és valamiképpen azt éreztem, hogy ezt az érzést szeretném átadni és megosztani az emberekkel, hogy itt van egy fantasztikus történet, megtörtént, nem író találta ki, az élet írta, és úgy írta meg, ahogy megírta, és egy szűkebb környezet mai napig tudja, hogy ki az a Manzbart Antal, meg ki az a Szikszai János. Szűkebb környezet, mert tudom, hogy nem csak Csákberényben, ahol éltek, hanem Nagy Igmándon is, ahol kivégezték őket, vagy például Tatán, ahonnan Manzbart származik, és a Manzbart családnak ott még élnek leszármazottai. Nos, ez a három település Magyarországon a szűkebb lokálpatrióták ápolják ezeknek az embereknek az emlékét. Emlékműveik vannak, megkoszorúzzák őket, hiszen nem történt ez olyan régen, bő 100 éve. De csak ezek. És ezeket érdemes volna megismerni, azt gondolom mindenkinek, mert az ő különös, tragikus sorsuk egy félelmetes előszele volt annak a szörnyű emberi konstrukciónak, amit aztán később a 20. század konspirációs és konstrukciós perek néven ismert meg sok áldozattal. Ők tulajdonképpen ennek a fajta félelmet gerjesztő lelki hatalmi mechanizmusnak voltak az első áldozatai.
Ilyen értelemben tehát az ő történetük az egy pótolhatatlan mérföldköve annak a folyamatnak, ami végül is a 20. század szörnyűségeibe torkollott. Ezt megtapasztalhattuk mi is a színházban, és azt gondolom, hogy nagyon nagy gondolat volt, hogy a Nemzeti Színház van március 15-én a forradalom és szabadsághoz ünnepe előtt ezt bemutathatták. Ez megerősítést jelentett? Igen, hiszen ebben volt egy szimbolikus gesztus természetesen. Volt egy erős szimbolikus gesztus, tehát gyakorlatilag egy olyan rangra emelkedett ez a, nem csak a produkció, hanem maga a történet, amit megérdemel ez a két pap, és mindazok, akik az ő emlékével foglalkoznak. Hagy meséljek még arról, hogy a Nemzeti Színházbeli előadás nem csak azért volt érdekes, mert ezen a színpadon március 15-én igenis rangot jelentett el játszani ezt a produkciót, hanem azért is, mert a nézőtéren ott ültek a Szikszai és a Manzbar család ma élő leszármazottai, akik az előadás után találkoztak a színészekkel, és készült is egy közös fotó. Tehát egészen szívben markoló, hogy múlt és jelen, hogy mennyire közel van ez a történet. Tehát a múlt és jelen, a leszármazottak még itt élnek közel, a múlt és jelen így tudja megfogni egymás kezét, vagy adott esetben így átölelni egymást. És tessék! Önök Bunyevszki császári és királyi százados úr a helyőrség parancsnok előtt együttes kihallgatásnak vettetnek alá. Látszólag egyenes út volt a filmig, holott dehogy is, hiszen tudjuk, hogy ehhez, ha tetszik, nem tetszik, kellett valamilyen szinten a koronavírus járvány. Ugyanakkor a Nemzeti Filmintézet döntése az egy remek döntés volt, én azt gondolom, hiszen a színház szerető emberek bizony mondom, hogy szívesen látnak viszont színházi történetet. De ez mégsem olyan egyszerű, mint ahogy mi gondoljuk, hiszen a színház és a film az két különböző dolog. Ha már csak a gesztusokra gondolunk, azokra a pillanatokra, ami a filmben teljesen másként látszik, mint színpadi közegben. Melyik volt az első gondolata, hogy ebből valóban lehet film? Nem tudok igazából egyet sem kiemelni, mert számtalan olyan apró mozzanata, részlete van a történetnek, amit mikor olvastam, nagyon vizuális ember vagyok, vizuálisan látom magam előtt a dolgokat, és ha nem látom magam előtt, akkor nem is tudok vele rendezőként mit kezdeni, akkor azt általában félre rakom. De ezt így szinte filmszerűen láttam, akkor még eszembe se jutott, hogy filmet is csinálhatok belőle valaha, de ahogy olvastam, egyszer csak megindultak bennem a képek, láttam azt a poros udvart, ahol végig vonszolják a Szikszait, láttam a templomot, éreztem a hűvösségét, láttam azt a kőfalat, ahogy odaállítják ezt a két szerencsétlen, és hát a sorsnak hála, hogy meg is találtam ezeket a kiváló helyszíneket Csákberényben, és ez egy különös erénye lesz, azt gondolom, ennek a készülő filmnek, hogy valóban elmondhatjuk, hogy igaz történet alapján és eredeti helyszínen forgattunk, tehát olyan millióban, ahol ez a történet valóban megtörtént. Volt szerencsénk látni, hogy a színészek és az összes többi szereplő lubickolt ebben a történetben. Mennyire kellett odafigyelniük arra, hogy nyilvánvaló, hogy másfajta mozgást, másfajta szöveget idéz fel ez a történet? Igen, a filmrendezői instrukcióim között sokszor hangzott el az instrukció, hogy nem színpadon vagy, vegyél vissza, kevesebbet, halkabban, ne tarts akkora szüneteket. Tehát vannak ilyen külsődleges jegyek, amelyeket egy színész a színpad és a nézőtér közötti távolság áthidalásának kényszere miatt kénytelen bevetni, hangosabban beszél, nagyobb gesztusokat használ, nagyobb szüneteket tart. Ezt a filmvászon nem tűri, ezt ledobja magáról, ez borzasztó. Úgyhogy
amikor arról beszélünk, hogy egy kamera közelhoz egy embert, közelhoz egy történetet, akkor egyben automatikusan azt is jelenti, hogy lepucolja, megszűri azokat a színészi eszközöket, amelyeket egy színész kénytelen a színpadon használni. Másfajta színészi eszközök, egyszerűbbek, mondjam azt, hogy emberközelibbek, szükségesek egy filmes megjelenítés során. Remek csapatot sikerült maga köré gyűjtenie. Én azt gondolom, hogy kezdve a forgatókönyvírótárs, aztán a producer, illetve az operatőr és az egész csapat, filmes csapat kivételes munkát végzett. Milyenek voltak a forgatási napok? Hát két részre osztanám. Egyrészt úgy forgattam, mint azt gondolom rajtam kívül nagyon kevesen, online rendeztem a filmet. Azt nem mondanám, hogy példátlan, vagy példanélkül, hogy valaki online rendezzen filmet, de hogy nem gyakran történik, az biztos. Tehát képzeljék el azt, hogy kinyitom a dolgozó szobámban a laptopomat, aztán megnyitok egy másik számítógépet, Skype-on összekötnek engem azzal a képpel, amit a kamera lát, Skype-on összekötnek engem a stábbal, és ott ordítozok, mert a térerő hol elmegy, hol visszajön, kora hajnaltól késő délutánig, és próbálom irányítani a stábot, korrigálni a kameraképét, instruálni a színészeket. Hát ilyen rendezésben még nem volt részem, és végtelenül zavart, megmondom őszintén, az első pillanatban. Aztán volt egy kegyetlen fordulat, amikor azt gondoltam, hogy na jó, ez néhány napig tart, megyek a tesztelésre, tulajdonképpen kutya bajom, nyilván negatív lesz a tesztem, és akkor bekapcsolódok a munkába. Hát nem lett negatív, pozitív lett, pedig jól éreztem magam. És akkor nem mehettem forgatni. És akkor még előttem volt, úristen, még 5 nap így karanténban. Hát mit fogok én csinálni? De hát muszáj, majd végig kell csinálni. És akkor végigcsináltam, és újabb tesztre kellett elmennem. És akkor számításba kellett vennem, hogy de hát az is megtört. És mi van akkor, ha az is pozitív? Hát akkor így kell leforgatnom az egészet. És valahogy muszáj volt bennem ezt a belső idegenkedést átfordítani. Kénytelen vagyok alkalmazkodni. Tetszik, nem tetszik. Nem lehet így filmet csinálni, de most így kell filmet csinálni, akkor tessék így. És kénytelen voltam jó képet vágni a dologhoz, aztán már tulajdonképpen egészen meg is kedveltem ezt a formát, de hál' Istennek azért túl a forgatás felén személyesen is bekapcsolódhattam a munkába, és akkor azért persze minden sokkal közvetlenebbé vált, sokkal egyértelműbbé, és onnantól kezdve hát tulajdonképpen részem volt abban, ami miatt én nagyon szeretek egyébként filmet csinálni, mert filmet csinálni, forgatni, a forgatás maga az egy külön kaland, az egy külön mámor, de nagyon jó filmet forgatni. Én imádom, még akkor is, ha hajnalba kell kelni, még akkor is, hogyha egy dohos, fűtetlen pincébe jéggé fagyunk a forgatás alatt, mert fűteni nem lehet, mert a melegítő zaja behallatszik a mikrofonba, ott ülünk nagy kabátba, minden plétbe becsavarva, isszuk a forró teát, és még így is kiver minket az Isten idege. És mégis jó. És mégis jó. Úgyhogy ez nagyon jó volt, hogy így tudtam aztán dolgozni. Hagyd már abba a butozást! Jól van, fiúk! Szekérre vele! Minden forgatás vége, a következő munkafolyamat kezdete a filmnél mindenképpen. Hogy áll ezzel, milyen tervek mentén kezdődik a vágás és az utómunkák, a többi? Hát ugye az az érdekes, hogy tulajdonképpen eddig csak fényképeztünk. Film az majd most lesz. Tehát ott van előttem 712 vagy 713 volt talán az utolsó csapó, ez azt jelenti, hogy ennyi snittet vettünk föl, és a 713 kis vizuális legó kockából most kell megcsinálni a filmet majd a vágóasztalon.
Ez a következő nagy kaland, egy sokkal intimebb dolog. Itt hál' Istennek nem zavar annyira az időtényező, nem zavar az, hogy süt-e a nap, vagy esik az eső, mert ülök egy stúdióban, és van időm gondolkodni, és így vagy úgy variálgatni. Ami a nehézség az az, hogy ez van. Amit fölvettem, ez van. Nincs más. Itt nincs az, hogy majd a főpróba héten az egyik színész már egy kicsit ilyen lesz, meg olyan lesz. Nem lesz. Az a színész olyan lesz, ahogyan fölvettük. Az a jelenet már olyan lesz. Úgyhogy ebből kell főzni. De hát ilyen szempontból nem aggódom, megmondom őszintén, mert ahogy visszanézegettem az elmúlt napok felvételeit, a Jancsónyika, Jancsó Miklós fiáról, operatőrről beszélgetünk, tehát neki oroszlán része van abban, hogy nagyon-nagyon szépek lettek a képek, és amikor azt mondom, hogy szépek, akkor ez most nem csak ilyen esztétikai szépség értelmében használom, hanem drámai értelemben is, tehát nagyon, nagyon izgalmasak és jók a felvételek. Bízom benne, hogy ugyanolyan élvezet lesz összerakni, mint ahogy élvezet volt a részleteket megcsinálni. Mikor kerülhet képernyőre a kész produkció? Ahogyan a színházi produkció március 15-én a Nemzeti Színház színpadán megmutatkozhatott, talán a legnagyobb megbecsülést akkor kapná meg minden alkotó, és nem csak a filmalkotói, hanem azok is, akik az alapanyagban részesei voltak, gondolok itt Sobor Antalra és Román Károlyra, ha ez március 15-én tűzhetné a televízió adásba. Véget ért az Operenciás Mesemondó verseny. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház programján idén több mint 30 fiatal mérettette meg magát. Mit csinál? Toj! Azt mit? Rendes tojás, tyúk tojás. Azt meg mit? Egyet nevel, igaz? Jaj, szomszéd asszony, de el nem mondja senkinek, mert Janko engem agyon bánt. Dehogy mondom, hát mi jó szomszéd asszonyok vagyunk, mi sosem fekkáztunk. Ugye? Hát nem. Nasz meg bement, felöltözködött, elment a Nász asszonyához. Nász asszony, tudod de, hogy mi újság van a faluba? Dehogy tudom, micsoda. Janko 3 tojást volt. Tóly, nem lehet az, dehogy is nem, most mondta a felesége. De jaj, komám asszony, el ne mondja senkinek, tudja, hogy mi olyan jó, komám asszonyok vagyunk mi, sosem fegykáztunk. Ugye? Kolompár Kimberli, az Enyingi Általános Iskola harmadikosa, a pletykáról mesélt olyan hatásosan, hogy a kislányt választotta az egyik első helyezettnek az Operenciás Mesemondó verseny zsűrije. Vakler Lajos kollégánk azonban azt mondta, nem csak a gyerekeké, hanem a felkészítő tanároké is az érdem. Nagyszerűen mondják a meséket a gyermekek, és én itt szeretnék kitérni arra, ami a legfontosabb, és mérhetetlenül zavar egyébként, hogy nagyon sokat beszélünk a gyerekekről. Ez így van rendjén, viszont méltatlanul keveset azokról, akik felkészítik őket. Mert hogy én azt gondolom, hogy a mesemondás az óvónéninél kezdődik, aztán a tanítónéni, és utána jön édesanyja, édesapa, nagymama, nagypapa. Akkor lesz jó mesemondó, és akkor érti a mesét a gyermek, ha ezt megtartja, és hát hála Istennek itt ezt tapasztaltuk. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Operenciás tengeren is túl, volt egy öreg asszony. Öregebb az ország útjánál, aki a hamut is magunknak mondta már, de meghalni nem akart. Erősen szerette az életet. Gyermeke sem volt, senki sem volt, mégis mindig sürgött forgott dolgozott, verte egymásra a csengő tallérokat. Nagy Judit szerint olyan jó mesemondók jelentkeztek idén, hogy biztos benne, az igéző előtt is szívesen hallgatná őket a közönség. Ilyenkor szokták mondani közhelyszerűen, hogy nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, mert bizony nagyon sok jó mesemondó van, amelynek én személy szerint nagyon örülök, boldog vagyok, és zsűritársaim is nagyon boldogok, ahogy olvastam az egyeztető levelezésben.
Elképesztően sok jó mesemondó van. Persze mi másképp mondunk mesét, mondjuk, mint a határon túl, mert mondjuk egy csángó mesemondó versennyel összevetni ezt a mesemondó versenyt nem biztos, hogy szerencsés, de nagyon-nagyon örülök, hogy sok jó mesemondó van. Az élőszavas mesemondás lényege, hogy a gyermeknek jó kapcsolata legyen a közönséggel, nagyon jó kommunikációs készsége legyen, jó előadókészsége, és vágjon az esze, mint a beretva, ahhoz, hogy rögtönözni tudjon, és adott esetben olyan fordulatokat is belevigyen, ami egyénivé sajátossá teszi a produkcióját. Én mindig abban gondolkodom, hogy hurrá, legalább lesznek mesemondók az igéző előtt, hogyha majd újra visszatér a normális élet a városba, hiszen ez egy turisztikai látványosság volt, még most is, a pandémia ideje alatt is keresik, hogy ugye itt szoktak mesét mondani, és hogy most mondanak-e mesét a pandémia alatt. Szóval én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez a kultúra terjed, az élőszavas mesemondás, és nagyon jó, hogy rétrejöttek a népmesepontok. A tisztás szélén egy kerek képű úri tök vigyörgött. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Isten, ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. Kneifeld Nóra számára örömet jelent, hogy sokan szeretik, értik és jól előadják a mesét. Nagyon izgalmas volt maga a zsűrizés is, maguk a gyerekek is izgalmasak voltak, a mesék is izgalmasak voltak, az előadásmód is izgalmas volt minden egyes gyereknél. Nagyon különböző meséket hallottunk, nagyon különböző gyerekektől, úgyhogy nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban. Érdekes kaland volt. Nagyon sok olyan mesemondás volt, amin érződött, hogy a gyerekek átélik, tehát beleélik magukat a mesébe. Igazából ezek voltak számomra a favoritok, egyet külön nem tudok kiemelni, több ilyen volt. Mese, mátka, pillangós határban volt egyszer egy király, nekerencs országban. Neve nincs királynak, nagy volt a bánata, csupa síralom volt éjjele, nappala. Hideg lejte rázta, fázott keze lába, sűrű könnye pergett fehér szakállába. Akármit csinálok, reszketek és fázom, hiába takargott aranyos palástom. Aki segít rajtam, koronám, kenyerem, tőlem nem sajnálom, véle megfelezem. 101 kengyelfutó, 102 felé szalad, tök szárdugás fújnak minden ablak alatt. Ki tud orvosságot a királybajáról, hol az a bölcsember, aki jót tanácsol? A Gárdonyi Géza Művelődési Ház hagyományos mesemondó versenyére közel 40 pályamű érkezett. Ugyan a megmérettetést csak online formában rendezhették meg, az intézmény igazgatója szerint így is elérte a célját, hiszen az nem más, mint a mesék népszerűsítése. A mesemondó versenyünk most már évről évre megrendezésre kerül. Most a jelenlegi helyzetben 38 mesénk érkezett, ugye most online tudtuk ezt megrendezni, de nagyon ügyesen küldték a szülők a meséket. Nekünk nagyon fontos a gyerekeknél a mese szeretete, a meseírás, több meseíró pályázatunk is van, amik évről évre sikeresek, és nagyon szeretik a gyerekek. A mese nagyon sok mindenbe jó és értékes, és igazából a régi értékeket is visszaadja. A magyar népmeséket azért is szeretjük nagyon, mert a szókincs bővítés, ami egy nagyon jó dolog, illetve a képzeletüket nagyon-nagyon fejleszti. Mi azért most azt tűztük ki célul, hogy a mesemondó ne szó szerint tanulja meg a mesét, hanem próbálja meg a saját szavaival elmondani és előadni és átélni, és mi nem is várjuk el, hogy a gyerekek álljanak és vigyázba álljanak, nyilván ez egy stresszforrás az ő számukra is, hanem nyugodtan ülhetnek, ez még a mai világ egy picit át kell alakítani, egy picit át kell ezt formálni, mert azért a tanítónénik is, amikor megtanítják velük, akkor ott azért kiállnak a gyerekek, de nálunk nem probléma sem, hogyha ül a gyerek, vagy egy kicsit azért kellemesebb környezetbe érzi magát. Az operenciás mesemondó versenyre 3 korcsoportban jelentkezhettek az általános iskolások. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!